Szép estét kívánok mindenkinek! A gondolkodásunknak a megváltoztatásához semmi másra nincs szükség, csak a józan paraszti ész alkalmazására. Mert ha kinézünk az ablakon, akkor azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar, és remélem ezzel mindenki egyetért, nem szükséges hozzá statisztikai kimutatás, állatkísérlet vagy bármi. Józan paraszti észre láthatjuk, hogy növényekről, állatokról legyen szó, minden élő lény a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át. És ezt már egy 12 éves fiatalember is fel tudja fedezni, és ezzel felfedeztük az ötödik természettörvényt, vagyis, hogy mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik, mert mi is 4%-ban kerek 4%-ban biológiai lényként működünk, és a biológiai testünk a biológiai törvények szerint működik. Tehát ameddig a biológiai törvények szerint élünk, addig azt jelenti, hogy a biológiai törvények hatálya alá esünk. Ez egy szép jogi kifejezés volt. Szóval remélem jogász is van, és ez most kifejezetten neki tetszett ez a megfogalmazás, de ha ki akarunk lépni a biológiai törvények hatálya alól, hát akkor ennél valamivel többet is kéne tudni. Nyilvánvaló, ezt azért kell megismerjük az öt természettörvényt, hogy megértsük, hogy azok a tünetek, amik bennünk megjelennek, azok éppen mire utalnak, és mit kellene megoldanunk annak érdekében, hogy meg se betegedjünk. Remélem, ez már így tetszik mindenkinek. Nos, nézzük meg, miből vannak felépítve a biológiai lények. Hát természetesen sejtekből vagyunk felépítve, és ezek a sejtek működnek. Amikor nem működnek, azt úgy hívják, hogy holt test, az megy a roncstelepre, úgy hívják, hogy temető. Nos, kérdés megint természetesen, hogy én kivel azonosítom magam, mert ameddig a biológiai testemmel azonosítom magam, hát addig lesznek problémáim, és Hammer doktor tudományos táblázatának minden programját végig tapasztalhatom. Mondjuk a hölgyek a prostatát ki fogják hagyni, az urak meg a ményálkahártyát, de úgy nagyjából mindent végigcsinálunk. És az a helyzet, hogy ezeknek a programoknak a hátterében mindig a félelem áll. Na de nézzük, miről szól a sejt. Hát ugye ez egy átlagos sejt, amit jobb oldalt látunk, van neki sejtmagja, van sejthártyája és van citoplazmája, vagyis egy olyan plazmatikus állapot, ami a sejthártyán belül található, és ebben sejtszervecskék vannak. A középsőképpen láthatjuk, hogy vannak ezen a sejthártyán átjáratok, csatornák, és ha tovább nézzük középen lent a szerkezeti képet, akkor láthatjuk a sejthártyának a foszfolipid molekulákból felépülő, tehát dupla rétegét. Ennek annyi a lényege, hogy a vizet a zsírréteg kívül taszítja, és belül bent tartja, tehát ez mondjuk úgy, hogy már is egy nagyszerű vízzáró réteg, ami segít megőrizni a sejtnek a víztartalmát. Most nyilvánvaló, hogy a sejtnek a szerkezete attól függ, hogy mit kell elvégezzen. Itten nem szépségverseny szerint alakulnak ki a sejtek, hanem az szerint, hogy mi a feladatok. Ebből adódik, hogy teljesen más lesz a szerkezete idegsejtnek, amit bal oldalt lent látunk, vagy fölötte egy növényi levél sejtnek, mert más a feladat, és ennek függvényében minden sejtünk más és más lesz. No, de hogyan alakulnak ki ezek a csodálatos sejtek a szervezetünkben? Természetesen ezt már gondolom mindenki tudja, hogy nem a gólya hozta, hanem apunak meg anyunak a Lego játékából raktuk mi össze a testünket. Ugye a megtermékenyített petesejt elkezd osztódni, ezt látjuk jobb oldalt fent, egyszer lesz két sejt belőle, majd 4, majd 8, majd 16, és folytathatjuk a számsort, mindig duplázódnak a sejtek, és amit a színes képen látunk jobb oldalt, az az úgynevezett szeder-csíra állapot. Nos, ez, amit látjuk éppen a petevezeték külső harmadából gurul szépen lefelé a mély üregbe, és ott megtörténik a beágyazódás, de mielőtt felvennénk a kapcsolatot az anya nyálkahártyájával, a mély üreg nyálkahártyájával, ez a sok sejt átalakul három csíra lemezzé, és ezt látjuk
most már középen, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és a megfelelő színű nyilak mutatják, hogy többnyire milyen sejtek alakulnak ki belőlük, és hogy ezeket a sejteket milyen idegi képletek vezérlik. Tehát ami piros, az kívül van, az külső csiralemez, az elválasztási konfliktus, és az agykéreg irányítja, ugyancsak ő irányít még egyéb programokat is, de a részletekbe most még nem megyek bele. Rögtön szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ezek a nyilak egyirányúak, visszafele nem mutatnak. Tehát küldhet minket bárki bárhová melegebb éghajlatra, ezek a nyilak nem fognak visszafordulni, nem fogunk visszaalakulni se csiralemezé, se megtermékenyített petesejté, ez egy életen át így működik. Tehát nincsenek áttétek. Mert az, ami a piros csiralemezből alakul ki, és a piros színű agykéreg irányítja, az nem fog átalakulni mondjuk egy sárga színű csiralemezből származó sejté, és átjelentkezni az agytörzs irányítása alá. Itt rögtön csak ennyit szerettem volna mindenkiben tisztázni, hogy nincsenek áttétek. Mert ez az, amikor ezt mondja az orvos, hogy már nem tudom hányféle áttét van, na elveszi az utolsó reményét is a betegnek, hogy valaha is meggyógyulhat. A diagnózis sokról van, külön webkonferencia előadás, nem akarok mélyen belemenni abba, hogy a tudatlanság milyen fantasztikus félelmeket tud bennünk gerjeszteni, és azért mondom el röviden a lényeget, hogy ne ijedjünk meg, bármi is lesz az orvosnak a véleménye az áttétekről, ő ebben hisz, semmi probléma, ő féljen attól, hogy neki lesznek áttétei, mi nyugodjunk meg, hogy az áttét csak annyit jelent, hogy egy újabb, meg egy újabb, meg egy újabb programot is elindítottunk, mert vagyunk mi ennyire intelligensek. Nos, a sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, természetesen vagy a sejtek számával, vagy a sejtek működésével fogjuk elérni azt, amit az ötödik törvényben már tisztáztunk, hogy minden a túlélésért történik. Tehát vagy szaporítok sejteket, vagy sorvasztok sejteket, vagy működést változtatok. Nincs negyedik lehetőség. Úgyhogy gyakorlatilag a gyönyörűség ebben az, hogy rájövünk, hogy a medicinában mindig ez az alap, ez a lényeg. És nem az, hogy milyen laborértéken változott meg, nem az, hogy milyen képi, diagnosztikai eszközzel mit mutattak ki, hanem annak a megértése, hogy annak a laborértéknek, vagy annak a MR vagy CT képnek a hátterében mi is az, ami ezt elindította. Mert amíg nem ezzel foglalkozunk, addig hát kozmetikázhatjuk a labort és a CT-képet. Szóval sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és tudnunk kell azt, hogy ezek a sejtek egy életen át ezt a működést fogják végezni. Nos, a túlélés érdekében elindulnak bennünk értelmes túlélő programok, amiket úgy hívunk, hogy értelmes biológiai külön programok, természetesen, és ezekben a sejteknek megváltozik a száma, vagy megváltozik a működése, de ehhez, ez nem csak úgy magától, nem unalmában csinálja ezt a sejtünk, ezt mindig mi indítjuk el, egy olyan félelem hatására, ami váratlanul, meglepetésszerűen tört rá, mint derültékből a villámcsapás, egy érzelmi történetről van szó, vagyis félelemről, mert egyezünk meg, hogy senkit se fog az letaglózni, ha nyer a lottón, vagy valami sikerül, amire már nagyon vágyakozott. És egy súlyos érzelmi megrázkódtatásról beszélünk, nem piszlicsári ügyekről, és nagyon lényeges, hogy mindezt magányosan, elszigetelten éljük meg. Nos, ezek azok a dolgok, amelyek elindítanak bennünk egy túlélő programot, és ez az érzelem, mármint félelem, összekapcsolva a gondolattal, az agy közvetítésével indít el egy szervi elváltozást. A lélek-agyszerv tengely bevezetése Hammer doktor által egy teljesen új gondolkodás a medicinában, és pontosan ez adja meg
azt a gondolkodást, ami szükséges a dolgok megértéséhez. Persze itt nem a nagybetűs lélekről beszélünk, mert az köszöni szépen jól van, az nem fog megijedni, hanem a magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk, de egyezünk meg, hogy ezek a váratlanul érkező, nem várt események, ezek amik félelemmel töltenek el minket, ezek egy biológiai túlélő programot, vagyis egy értelmes biológiai külön programot indítanak el bennünk, mert minden a túlélésről és a faj fenntartásról szól. Ezt ne feledjük el. Nos, a kérdés csak az, hogy meddig maradunk a konfliktusban. Mert ugye ez meg fogja határozni, hogy mennyit fogunk szenvedni a gyógyulásban, de ezt is mindjárt megmutatom. Egy nagyon lényeges kérdés itt, amit kivetitek, a sineknek a kérdése. Tehát a konfliktus pillanatában rögzítjük a körülményeket. Azokat a dolgokat, amivel az érzékszerveink foglalkoznak. Nyilván a szemünkkel a képet, az órunkkal az illatot, a fülünkkel a hangokat, és az emésztő rendszerünkkel azt, amit éppen emésztünk. És ez lesz az, ami majd külön újabb konfliktus nélkül is elindítja a túlélő programunkat, ha nem zárjuk le minden este békével a napot. Ha nem érzelmileg zárom le az értelmes biológiai külön programot, akkor kérem, a sinek megmaradnak és gondoskodnak a krónikus betegségekről. Ez a krónikus betegségek egyetlen oka. Aztán, hogy ez hogyan tud különböző krónikus betegségeket okozni, az egy külön történet, de ezt is be fogom mutatni. Tehát eljutottunk az első biológiai természettörvényhez, ami a rák vastörvénye nevet viseli, és tartalmazza a DHS kritériumait, ugye Dirk-Hammer szindróma, a DHS rövidítése, Hammer doktor 19 éves fia, amikor meghal az apja karjai között, akkor elindít Hammer doktornál egy here daganatot, és miután Hammer doktor felépül ebből az egész történetből, akkor gondolkodik el rajta, hogy kellett legyen valami kapcsolat a fia elvesztése és az ő here daganata között, és miután rájön az összefüggésekre, ezt a fiára való tiszteletből róla nevezte el, tehát ezért DHS, vagyis Dirk-Hammer szindróma, az a feltételrendszer, ami nélkül nem indul el egy értelmes biológiai különprogram. Ezt eddig betegségként neveztük. Nyilvánvaló, hogy lesznek olyan történetek az életünkben, amelyek nem lelki megrázkódtatásról szólnak, hanem miről szólnak? Arról szólnak, hogy baleset, hogy mérgezés, hogy hiányos táplálkozás, hogy méregkezelés, hogy sugárkezelés, hogy orvosi baklövés. Szóval ezek nem tartoznak ide, és ezeknek nem is lesz az agyban lenyomatuk. Ezt kérem szépen, a lényeg, hogy megértsük. Nos, amikor megnézzük, hogy hogy is zajlik le egy ilyen értelmes biológiai különprogram, akkor láthatjuk, hogy a DHS, amikor mondtam, mint váratlan esemény becsapódik az életünkbe egy félelemmel, egy félelmet gerjesztő történet, ugye ez, mint derültékből villámcsapás, kiüti a biológiánkat a normális működésből, amit látjuk ott a vízszintes tengelyén az elején, hogy nappal, tehát hogy van egy színuszgörbe, kék és piros színnel ábrázolva, a kék színű felső részek a nappali, a piros színű alsó részek ebben a görbében az éjszakai folyamatot ábrázolják, mert nappal a szimpatikus, este pedig a paraszimpatikus, éjjel a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya a jellemző a működésünkre. Ezek az idegen szavak csak olyan idegrendszeri működéseket neveznek meg, amelyek a belső szerveink működését hangolják össze. A gyógyulásunkhoz erről nem kell tudni, még a három csiralemezről sem, csupán annyit kell tudjunk, hogy hogyan zárjuk le békével a napjainkat. A konfliktus aktív szakasz mindenki megélte, aki már életében megélt egy stresszes állapotot. Nyilvánvaló kérdés, hogy meddig csücsülünk a konfliktusba, meddig nem tudom feloldani azt, hogy mit tudom én, hülyét csináltak belőlem,
azt, hogy képtelen voltam elmenekülni, azt, hogy belelihegnek a pofámba, és szeretném, ha kicsit messzebb mennének tőlem, és az összes ilyen, hát kellemetlenséget foglaljuk össze ezzel a szóval. Ezek elindítanak bennünk egy feszült idegállapotot, ami azt jelenti, hogy ketyeg a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, hideg a kezünk, hideg a lábunk, mert ér összehúzódás is van. A szimpatikus idegrendszer hatása alatt nem tudok nyugodtan aludni, felébredek éjszaka, zakatol az agyam, sőt, álmomban is újra meg újra visszajön az a történet, amit még mindig nem tudtam lezárni, de ne feledjük el, hogy már a konfliktus aktív fázisban, ebben az első részben, már kapunk biológiai szintű segítséget, ami a túlélést biztosítja, mindjárt megnézzük, hogy mit. Ha eljutunk a KM-ig, az nem kilométer, hanem konfliktus megoldása, nos akkor, amint látjuk, átmegyünk Vagotóniába, vagyis nagy piros mező következik, na és itt futunk az orvoshoz, mert igencsak nagy betegség tudatunk van, mivel ez az egész történet átment a megoldásba biológiai szinten, és hát nyilván gyulladás lesz, a gyulladásnak tünetei lesznek, már a régi hallgatók tudják, hogy rubor, tumor, calor, dolor, funkció, léza, illetve hát ez mind benne van az első könyvemben, amit 19 májusában jelentettem meg, Hammer doktor születésnapján, amikor is a hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni című könyvem megjelent. Örömmel jelentem, hogy második kiadását élte meg, úgyhogy ismét lehet lesz kapni, ha eddig esetleg valaki rendelte és nem kapta meg. Szóval az exudatív fázis, az exudatív, mi a fene ez az exudatív? Hát igen, magyarul mondom, ez víz. Így már mindenkinek érthető, ugye? Tehát a sejt közötti állományban, azért a sejtek nem úgy vannak összeragasztva, mint a téglák a malterrel, van ilyen is, mondjuk a felhám, a bőrünknek a felszíne az szorosan összetapadó sejteket tartalmaz, de ott alatta azért lazább a szerkezet, és annak van folyadék tartalma, és ez az exudátum, ez a folyadék tartalom, ez felgyülemlik, ebből lesz a duzzanat, fájdalmas lesz, ugye piros lesz, és meleg is lesz, vagyis lehet, hogy lázunk is lesz ebben a helyzetben, és nyilvánvaló gyengének érezzük magunkat. Valamint nagyon lényeges, megjelenik a fejfájás. Vajon miért? Pontosan azért, mert ez az exudátum, ez a víz, ez az agyunkban is felgyülemlik, ezt látjuk a jobb oldali CT-képen, a két fekete nyíl, két olyan idegi központra, vagy irányító központra mutat, ahol éppen a víz begyülem lett, és ebből adódóan sötétebb lett, mint a másik oldala. Az alsó nyílnál láthatjuk a sötétebb foltot, mellette vele szembe egy világosabb foltot. Ez a here vagy petefészek reléje, ha kérdés milyen mélységig nézzük, mert ugyan itt ettől lejjebb van a vesének is az egyik irányító reléje. Na most a lényeg az, hogy látjuk, hogy ott sötétebb. Miért? Mert ha folyadék gyülemlik be, fellazul a szerkezete ennek a résznek, természetesen fejfájást fog okozni, és nagyobb lesz a kontrasztanyag áteresztő képessége. Ennyire egyszerű, de ez tehát nem agydaganat. Csak hogy tisztázzuk a dolgokat. A másik oldalon viszont, mintha egy íjászati versenyen lennénk, látunk egy céltáblát az agyban, oda mutat a baloldali képen a nyíl, mert ott történt meg a becsapódása a DHS-nek, látjuk, ott semmi víz nem látszik, csak ezek a körkörös gyűrűk. Nos, így lehet megkülönböztetni a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisban a koponya CT-n megjelenő képet. Az exudatív fázis, hála Istennek, azért nem áll le, megy tovább a program, ha el nem akasztjuk természetesen, és az epileptoid krízis ott középen
Egy olyan kellemetlen történet lesz, ahol fokozódik a fájdalom, a görcskészség, lehet, hogy eszméletlenek leszünk, vagy csak éppen abszansz, vagyis emlékezetkiesés, de itt lesz olyan, hogy mélyvénás trombózis, vagy gyomorgörcs, epegörcs, vesegörcs, esetleg szívleállás, vagy tüdőembólia, szóval az igazán veszélyes időszak az itt következik be, és rögtön feltetjük a kérdést, de hát minek? Hát meg akar ölni minket a teremtő vagy a biológia? Nem, kérem szépen. Ennek az a lényege, hogy itt viszont ki fog préselődni a folyadék a megfelelő agyi reléből, és szervi szinten is, tehát megszűnik a fájdalom is, és rendbe jön először nyilvánvaló az irányító központ az agyban. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván az is nyilvánvaló, hogy annál jobban fogunk itt szenvedni, minél hosszabb ideig ültünk a konfliktus aktív fázisban. Vagyis megint utalok arra, hogy minden napunkat le kellene zárjuk békével, ahhoz, hogy idáig el se jussunk. Azért epileptoid, mert az epilepszia, mint tünet is itt jelenik meg. Jó, azt mindenki tudja, hogy eszméletvesztés és izomrángatózás. És Hammer doktor ennek a tipikus tünetnek a nevét vette át, és nevezte el a többi programban is ezt a szakaszt epileptoid krízisnek, és nem epilepsziának. Nos, amikor már ezen túl vagyunk, akkor már láthatjuk, hogy túl vagyunk a nehezén. Jön még egy kimelegedés, megint meleg lesz a kezünk, meleg lesz a lábunk, de végtelenül fáradtak leszünk a hegesedési fázisban, és itt fognak megerősödni azok a szövetek, amelyek az exudatív fázisban elkezdtek úgymond gyógyulni, vagyis rendeződni. Ott még laza az összes történet, itt már rendezett a szövet, és pont ez magyarázza azt, hogy amiket az exudatív fázisban csinálnak szövettani mintát, azt rossz indulatúnak fogják nevezni, amit a hegesedési fázisban készítenek, mint szövettani mintát, az már jó indulatú lesz. Hát kérem szépen, a biológiában nincs se jó indulat, se rossz indulat, ilyen csak az emberek fejében, meg a mesékben vannak. A biológiában értelmes biológiai külön programok vannak, amelyek különben nem indulnak el, csak ha mi elindítjuk, vagyis ha benne ragadunk a konfliktusba, és már harmadszor vagy negyedszer utalok arra, hogy le kéne zárjuk békével a napjainkat, és akkor nem szenvednénk ilyen szépen és tudományosan. A következőben, ha összefoglalom, hogy mi is történik, látjuk megint a Hammeri iránytűt, ezt a gyönyörű grafikont, látjuk az idegi központot, és hogy mi történik. Igen, konfliktus aktív szakaszban tudok sejtet építeni, sejtet bontani, vagy működést változtatni, és amint látjuk, a megoldás követő fázisban ennek a fordítottja történik, tehát amit felépítettem, azt le fogom bontani, nyilván a felesleges számban levő sejteket, ami hiányzik, azt vissza fogom építeni, és ha egy működést gátoltam, fékeztem, akkor annak a működésnek helyre kell állnia a megoldást követő fázisban. Ezek a történetek nem véletlenszerűek, hiszen látjuk, hogy az agytörzs és a kisagy az az idegi központ, ami olyan programokat indít el, ahol sejtszaporulat indul, megoldásban jön a gyulladás, és a felesleges sejtek lebontása. Ezek a felesleges sejtek, ne feledjük el, nem a kukába mennek, nem a széklettel, nem a vizelettel, és nem a verejtékkel távoznak, hanem a nyírokrendszer lesz az, ami ezeket a sejteket, ezeket az értékes sejteket feldolgozza. Kérem, a hulladék gazdálkodást a biológia már régen kitalálta. Feldolgozzuk, és a használható részeket a lebontott sejtekből újra hasznosítjuk. Na most nyilván, ha egy nagy daganatot kell elbontani, akkor a nyirok csomók is meg fognak duzzadni, érzékenyek, fájdalmasak lesznek, de mindez azt jelenti, hogy gyógyulok.
Nyilván, ha bennem van a félelem, a diagnózisok, a ja Istenem, mi lesz velem, meghalok program, akkor begyűjtöm a felesleges vizet, és még nagyobb lesz a duzzanat, mint kéne, hogy legyen, és még jobban is fog fájni. Ezzel leállítva a gyógyulásunkat. Az agyvelő és agykéreg olyan programokat indít, ahol először a sejtek száma sorvad, majd megoldásban visszaépül, és amint látjuk, az agykéreg képes egyedül arra, hogy működés változással is segítse a túlélést. Remélem, hogy egyszerű, érthető ez a grafikon mindenki számára. Semmilyen különösebb előképzést nem igényel az, hogy megértsük a germán gyógytudomány alapvető törvényszerűségeit. A krónikus betegségek itt van, hogy hogyan alakulnak ki, mert ugye az előző képből feltehetnénk a kérdést, ha minden ilyen szépen történik, akkor miért maradunk betegek? Hát egy. Mert fel se oldom a konfliktust, ez a függő konfliktus aktivitás, és itt van, hogy végig kék színű a szakasz, de nem jutottunk el a KM, a konfliktus megoldásáig sem. Miért? Mert ha hajlandó vagyok kitartóan haragudni, kitartóan ragaszkodni az elképzeléseimhez, a döntéseimhez, hiába mutatja az élet számunkra, hogy ez egy hibás döntés, ez nem a te utad, kedves gazdám. Találj ki valami mást helyette, nem, ennek úgy kell történnie, és nincs B variáció, meg C variáció. Na, ekkor marad valaki béna, mert hülyét csináltak belőle, lebénult a fél oldala, és görcsbe marad a keze és a lába, és hideg is a keze és a lába, nyilvánvaló megfelelő oldalon majd tisztázok. Mondjuk így lesz valaki egy hosszú ideig cukorbeteg. Mert folyamatosan mindennek ellenszegülsz a biológiámnak, teljesen mindegy, hogy én délelőtt a főnöknek ellenszegülök, délután az anyósomnak, este meg a életem párjának, tehát aki ellenszegül folyamatosan mindenre, ez a reakciója, mondtam, reakciója, mert az hiszi, hogy ez kell a túléléséhez, hát az cukorbeteg marad. Amikor rájön arra, hogy az ellenszegülésnek semmi, de semmi értelme nincs, akkor a biológia helyreállítja a cuccot, és egyszerűen meggyógyul. A policiklikus lefolyás az, ami legalább nem unalmas, ezt mindig így szoktam bevezetni, mert hol jól vagyok, hol rosszul, hol jól vagyok, hol rosszul. Sőt, a rádió bemondja, hogy mit tudom én, milyen pollenek vannak a levegőben, és én már tüsszentek hozzá. Hát nem? Hát de. Szóval a policiklikus lefolyás csak azért tud kialakulni, mert nincsen érzelmileg lezárva a program, és természetesen ritkán jönnek a sinek. A probléma a sinekkel csupán az, hogy nem egy-kettő-három van, hanem egy teljes rendező pályaudvar van a fejünkben. Ha valaki a sinekkel akar foglalkozni, akkor élete végéig azzal mind játszhat. Tehát nem a sineket kell bogarászni, azok nagyon jók, mert rámutatnak arra, hogy milyen körülmények közt élte meg a konfliktust. Ezek a tanúk, akik bizonyítják, hogy már pedig én bosszankodtam, amikor éppenséggel tejbe grisztettem, és azóta én a laktózra vagy a tejre allergiás vagyok. De minden étel allergiában a bosszankodás van benne, és így ahányszor ilyen cuccot eszek, akkor jönnek a megoldási tünetek, és a görcs, és a fájdalom, és a többi, és a többi. És akkor az a vége az lesz, hogy már semmit nem fogok enni, mert mindentől rosszul vagyok. Vagy leszok ok a bosszankodásról. Hát akit érdekel, megnézi a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következményéről szóló rövid összefoglalást. A függő gyógyulás, kérem szépen, az, amivel totálisan tönkre tudjuk tenni a magunkat szervi szinten is, és agyi szinten is. Mert ugye átbillentünk mi a megoldási fázisba, valami változott az életünkben, de elfelejtettünk megbocsátani. Akár magunknak, akár a másik embernek, és folyamatosan a dolog sínre kerül, legyen ez egy munkahelyi konfliktus, vagy egy párkapcsolati konfliktus, mert ezek a leggyakoribbak természetesen, ezért említem ezeket. A konfliktusoknak legalább a
kétharmada vagy 80%-a ebből a kettőből származik. A többi az meg részletkérdés. De ha lezárnánk békével a napjainkat, számolja valaki, hogy hanyatszor mondom el, hogy lezárjuk békével a napjainkat, szóval akkor lezárom a programot is, és a sinek nem tudnak aktiválódni. És nem fogom tönkretenni az ízületemet, és lesz belőle egy elfajulásos ízület, tehát egy artrózis. Nem fogom tönkretenni a pajzsmirigyemet, és lesz belőle egy állandó alulműködés mondjuk, amit majd kineveznek Hashimoto tireoiditisnek, és nem fogom tönkretenni az agyi relét, mert az agyi központ is tönkre megy, és ahhoz, hogy valaki valós agydaganatot csináljon, vagyis nem az idegsejtek szaporulatát, hanem a gliasejtek szaporulatát, hát ahhoz csak ragaszkodnia kell a rög eszméjéhez, és lesz is rög az eszében, vagyis a fejében. Ezek a, hát hogy mondjam, ragaszkodó emberek általában még tértfájást is szoktak csinálni, mert kitartóan ragaszkodnak az elképzeléseikhez, vagy egy szóval mondhatnám, hogy kissé makacsok, és akkor jön a tértfájás, a folyamatos tértfájás, szóval itt arról van szó, hol jobban fáj, hol kevésbé, de általában folyamatosan fáj, mert már elakadt a gyógyulás. Ezek a kis kék szakaszok, azok csak az újabb sineket hivatottak jelezni, és nem azt, hogy epileptoid krízis lenne. Nos, most már tudjuk, hogy milyen eszközökkel tudunk krónikus betegséget is előállítani a szervezetünkbe, és akkor nézzük meg, hogy egyedül vagyunk mi ebben a folyamatban, vagy vannak segítőink. Hát természetesen a Teremtő gondoskodott róla, hogy legyenek segítőink, ne éljük meg magányosan a gyógyulásunkat, és ezek a segítők kérem szépen folyamatosan és mindig bennünk voltak, bennünk lesznek, és bennünk is maradnak, ha csak ki nem írtjuk őket antibiotikumokkal. Ugye, a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok azok, akik bennünk élnek és segítenek. Békeidőben, tehát amikor békében élek önmagammal és békében élek a világgal, ezek kimutathatatlan mennyiségben vannak jelen. Tehát el vannak, eltartjuk őket, mint békeidőben a katonákat. Viszont, hogyha elindul egy program, akkor már a konfliktus aktív szakaszban, nyilván csíra lemezhez kötötten, a megfelelő segítő szaporítása beindul, és ezért lesznek kimutathatóak, illetve amikor már gyógyulási szakaszba kerültem, akkor ráfogta drága Louis Pasteur, hogy ők okozzák a betegséget. Hát kérem szépen. Ezen az alapon mondhatnám, hogy a tűzoltók okozzák a tüzet, hiszen minden tűzesetnél ott vannak a tűzoltók. Minden gyógyulási szakaszban ott vannak a gombák, vagy a TBC baktériumok, vagy a baktériumok, vagy a vírusok. Ez a dolguk, hogy segítsenek lebontani a felesleges dolgot, visszaépíteni a hiányzó részeket. Tehát nem ők a hibások azért, mert valakinek mély nyakrákja van. Ezért csupán és kizárólag a féltékenység a hibás. Semmi más. Nos, jó lenne, ha ezt megjegyeznénk, részleteket a Lyme-kor és a negyedik természettörvény című előadásban fogunk találni, most nem célom ezekre részletesen utalni, csak akiben némi szkepticizmus feltámadott, még további információkat is talál, a weblap YouTube csatornáján, ha a főoldal jobb felső sarkában rákattint a YouTube-nak az ikonjára. Jobb felső sarak a Facebook mellett. Nos, ha összefoglalom, látjuk a számokat és a hozzátartozó dolgokat, első törvény mit mond ki? Minden egy félelem indít el egy DHS-t, és ez beindít egy értelmes biológiai különprogramot, vagyis az a gyönyörűség ebben az egész germán gyógytudományban, hogy minden félelem, minden tünet mögött van egy félelem. Most ezt lehet szép csokorba kötni, és különböző neveket adni neki a medicina nyelvezete szerint, mit tudom én, Kurt Strauss szindróma, mondtam most egy egészen új dolgot, amit
amiről még nem beszéltem, de valószínű, hogy fogok róla beszélni, mert volt ilyen témájú kérdéslevél, és akkor eldöntöttem, hogy nem, akkor majd ezt is kidolgozom. De semmi probléma nincs a Kurgal meg a Strausszal, csak annyit kéne tudni, hogy mivel is kell foglalkozni, de ilyennek lesznek a lupus eritematodes, erről már van összefoglaló, vagy éppenséggel a Sjögren-szindróma, és akkor láthatjuk, hogy minden tünet mögött milyen feloldatlan félelem húzódik meg. Na, első törvény meg volt, 1-0, egy félelem, egy tünet. Második törvény, két szakaszban zajlik minden, igen, ha megengedem, hogy végigmenjen, és el nem akasztom a gyógyulási folyamatot. Van egy konfliktus aktív fázis, és egy megoldást követő fázis. Jó. Harmadik törvény a hármas számról szól, mégpedig arról szól, hogy három csíralemezből származik minden, és csak három lehetőség van, vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok. Ennyire egyszerű, nincs negyedik. Bár néha az az érzésem, hogy van egy-egy ember, aki már a negyedik csíralemezét is képítette, de ez csak vicc kategória, mert folyamatosan komolynak lenni nekem egy nagyon nagy kihívás. Negyedik természettörvény, négyféle segítőnk van, ugye a gombák az agytörzsi programoknál segítenek, a gombabaktériumok a kisagyi programoknál, persze nem ilyen élesen, mert van átmenet ide is, meg oda is, az önleértékelési programoknál, agyvelő irányította programoknál a baktériumok segítenek, és a külső csiralemezből származó sejtjeink helyreállításánál jönnek be a vírusok. Nos, és az ötödik törvény, amivel kezdtem, azzal fejezem be, hogy mindennek értelme van. Nincsen ismeretlen, rosszindulatú, vagy jóindulatú, vagy gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan beteg. Mert ha ennyi pici adatot nem hajlandó átengedni a logikáján, akkor menjen a rendelőbe, írasson receptet, és hajtsa végre azt, amit ott mondanak. Ezekkel az emberekkel én nem óhajtok foglalkozni, és senkit nem akarok meggyőzni semmiről. Én csak arra kérek mindenkit, hogy gondolkodjon. Józan paraszti ésszel gondolkodjon, és ha innen indul, hogy minden a túlélés és faj fenntartásáért történik kint a természetben, akkor talán el fogja tudni engedni azokat a hibás elgondolásokat, amelyek oda vezettek, hogy azt hiszi, amit eddig elhitt. Épp úgy, mint én. Nos, amint már említettem, ugye dr. Rikegert Hamernek köszönhetjük mindezt, ennek a csodálatos embernek, aki nem csak orvos volt, hanem egy zseniális feltaláló, teológiát is végzett az orvosi egyetemmel párhuzamosan, és természetesen egy négy gyerekes családapáról beszélünk, aki a 19 éves fia elvesztésekor megélt lelki megrázkódtatás következtében egy heredaganatot indított el a szervezetébe. Hát persze, ez volt az, ami elindította őt egy másfajta gondolkodás irányába, mint ahogy ő addig gondolkodott. És amikor felfedezte az öt természet törvényt, akkor volt kerek a világ, akkor a halott fia megjelent, és szólt az apjának, hogy nincs tovább mit kutatnia, mert mindent leírt, ami fontos volt. Nagy boldoggal jelentem, hogy Hamer doktor összes megjelent műve nekem eredetiben megvan, németül, franciául, olaszul, és ezek fordításaiból készülnek, vagy inspirálódnak az előadások, az ő gondolkodását, ha átvesszük, épp úgy, mint én, akkor ugyanazokra a dolgokra rá is fogunk tudni jönni. Természetesen nem mindegy, hogy milyen előképzéssel foglalkozunk a germán gyógytudománnyal, de mint mondtam, nem kell ezt megtanulnunk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, csak le kéne zárni békével a napjainkat. Nos, a konfliktus típusokat fogjuk megtalálni Hamer doktor csodálatos tudományos táblázatában. Itt ismét látjuk a csíralemezek színeit, a sárgát, a narancsot és a pirosat, és akkor egy kicsit belebonyolódunk, hogy mik is ezek a konfliktusok. Mert
Ugye a kérdés csak az, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük feleslegessé. Ahogy utalok itt a fólia alján, jelzem, ez nem egy költői kérdés, ez egy előadásnak a címe, jó lenne megnézni. Az agytörzs által irányított programokat a sárga oszlopban találjuk, és ugye a túlélésünket biztosítja. Nos, a túléléshez remélem mindenkinek van levegő a szobában, van egy pohár vize, én elfelejtettem behozni, tehát lehet, hogy mindjárt meghalok, és remélem mindenki evett valamit, tehát van táplálék, ha nem a gyomrába, de a hűtőbe, és tudja pótolni. Szóval ennyi kell a túléléshez. Nyilván egy kis fény, meg egy kis hang, az most nagyon jó, ha van képünk és van hangunk. Úgy látom, most már működik, itt valakit beírta, hogy működik, nem működik, működik. Na, szóval, ha van kép is, meg hang is, akkor most már biztos, hogy élünk. És ennyi az összes többit, a nagy okos agyunk találja ki, hogy nem jó ez a ház, nagyobb kell, hogy nem jó ez az autó, másik kell, hogy, és hadd ne folytassam, hallgassuk meg Zorántól, hogy mi is kéne még, van egy ilyen szám, és akkor rádöbbenhetünk arra, hogy mennyi felesleges kacattal veszük magunkat körül. Ne feledjük el, hogy falatként értelmezi a biológiánk azt is, ami nem táplálék, csak azt élem meg, hogy kell nekem a túléléshez. Van a falat konfliktusról összefoglaló, természetesen, és a víz visszatartását pedig mindig a magány és egzisztenciális konfliktus indítja el. Nos, múlt héten a veséről szóló előadásban Réka egy 20 percen keresztül fejtette ki a magánnyal kapcsolatos gondolatait. Remélem a videó vágása hamarosan megtörténik, és kitehetem mindenkinek ezt, hogy megnézze. És nem térek még ki most erre az egészre, mert azt a videót, azt meg kell nézni. Akinek vízgyüleme van, tehát hasüregi, mellhártyaüregi, vagy túlzásba felduzzadt mája, vagy ízülete, vagy bokája, vagy lábszára, az kérem szépen ezzel a témával kéne foglalkozzon, mert a vesegyűjtő csatorna szindróma megértése és megoldása fontosabb kérdés, mint a szívizom infarktusé, mert ebbe fogunk belepusztulni. Szóval, amikor a magányosságot megélem, a meg nem értettséget, a kirekesztettséget, a társas magányt, egzisztenciális konfliktusaim vannak, mert elhagyott a férjem, kirúgtak a munkahelyemről, és most jöttem ki a kórházból, és el kell tartanom a 14 éves kislányom. Nos, kérem szépen, ez egy nagyon komoly egzisztenciális konfliktus, ezt gondolom mindenki átérzi, de miért jutottunk el idáig? Na, vajon miért jutottunk el idáig? Azért, mert a félelem irányította gondolkodásunk juttatott el idáig, és ezért nem vettem észre hamarabb, hogy hol kéne változtatni. Mindig kapunk apró jeleket arra, hogy jó lenne valamit másképp csinálni, mint eddig, de az agyunk megmagyarázza, hogy nem, mert ez a megoldás. Nos, ebbe se akarok belemenni, részleteiben kint van már elérhető az a webkonferencia, aminek a címe, hogy újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Egy napja tettem ki, és már több mint 3000-en megnézték, tehát akkor azt jelenti, hogy van némi üzenete ennek a webkonferenciának, ami a 222. volt, január első hétvégéjén. Szóval értsük meg, hogy a túlélésünkhöz mindenünk megvan, és ezekre a dolgokra a biológiai testünknek van szüksége. A többit az agyunk találja ki. A narancssárga oszlop és a piros oszlop közös jellemzője a kezűség kérdése, tehát hogy ki a balkezes és ki a jobbkezes. A két balkezes nem számít, mert csak vagy jobb, vagy balkezes vagyok, és ezt a TAPS-teszt fogja eldönteni, de meg kell mondanom mindenkinek, hogy a biológia nem hazudik. Vagyis hajszál pontos választ ad nekünk arra, hogy ki a jobbkezes és ki a balkezes, mondok egy példát, és innentől mindenkinek ez világos lesz.
Teszem azt, én nem bírom elviselni az anyósomat. Gondolom, ez a téma mindenkinek tetszik. Ha jobbkezes vagyok, és az anyósom elment, de 2 hét múlva visszajött, akkor ahogy elment az anyósom, elkezdett fájni jobbkezesként a jobb csípőízületem. Mert a jobbkezesnek a partner oldal az a jobb oldal. Mindenki ide tartozik, nem csak az anyós, hanem az apám, a testvéreim, az egész világ, kivéve az anyámat és a gyermekemet, meg önmagamat. Mert jobbkezesnek az anyjával, a gyermekével, vagy önmagával való konfliktusa az a baloldali csípőüzeletét fogja érinteni, tehát ha az anyámat nem tudom elviselni, mert olyat tett, amit hát nem lehet elviselni, hát kérem szépen, akkor jobbkezesként a bal csípőüzületemet fogom bontogatni, fájdalom nélkül, majd a megoldásban jön a fájdalom. Pontosan azért, hogy üljek veszteg, és építsen vissza azt, amit lebontottam. A balkezeseknél megfordítva van, vagyis megegyezhetünk abban, hogy a kezűség megmutatja a partner oldalt, a másik oldal pedig anyám, a gyermekem és önmagam. De ki az én anyám és ki az én gyermekem? Ho-ho! Ez nem biológiai kérdés, ez érzelmi kérdés. Kérem szépen, az, akit úgy szeretek, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. És ha nem az anyámhoz ragaszkodok így, akkor az anyám által kiváltott tünetek, azok mindig a partner oldalon lesznek. Nos, kisagy támadási konfliktus, ez azt jelenti, hogy vélt vagy valós támadás, mert nem kell senkit sem agyon csapni, csak attól kell félnie, hogyha befordul az utcasarkon, szétrugják a fenekét. Esettörténetből idéztem, és hatalmas írha megvastagodást okozott ennek az embernek. Ezt minden tanfolyamon kivetítem, illetve hát a kisagyról szóló, illetve a vélt vagy valós támadásokról szóló előadásban ez a kép ott szerepel. Na de érezhetek én ilyen mély támadást, nem felszínit, nem attól félek, hogy a bőrömet fájdalom fogja érni és összevernek, hanem olyan mélyebbet, és ilyen mélyebb dolgot, ami úgy betalál, ezek az övön aluli ütések, ugye, vagy hátba támadások, vagy a szívemet is kitettem, és mégis mindenki engem támadott, na ez fogja okozni a hashártya, a mellhártya, vagy a szívburok programot. Amúgy a mellhártya programnál mondok egy újdonságot, tessenek nagyon figyelni. Attention, mesdames et messieurs! Mellhártya megvastagodást, és gyógyulásban a mellüri folyadékgyülemet kiváltja az a konfliktus is, amikor azt éltem meg, hogy az életemre támadtak. Amikor ez az én megélésem, hogy az életemre törtek. És hogy emögött milyen történet áll, lehet, hogy senki nem nyúlt hozzám, csak éppenséggel így éltem meg azt, hogy lenyúlták a pénzt a bankszámlámról. Tehát mindenkinek a saját megélés az egyetlen valóság. De persze egy kiadós verés is, vagy egy, mit tudom én, egy gengszter támadás is, amit épp, hogy megúsztam, ez is ezt a félelmet indíthatja be. Na, akkor a bemocskoltság, ez megint egy gyűjtő fogalom, mert mi tartozik ide? Vélt vagy valós bemocskoltság. Ha pöcegödörbe beestem, akkor ez teljesen fizikai szintű bemocskoltság. Nyilvánvaló, ha ez konfliktusként élem meg, hogy illatozok messzire, akkor ez tüneteket fog okozni. Viszont, amikor pletykálnak rólam a hátam mögött, amikor ocsmány dolgokat beszélnek, és ettől én elszeretném magamat messzire-messzire tolni, vagy valami ocsmány dolgot dumálnak a hátam mögött, mondom, beszélnek, és akkor hát lesz egy gyönyörű, szép, hát egy ilyen gennyes tájog a fülünk mögött, ne csodálkozzunk rajta. A gondozási konfliktus az azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást.
Most az aggódás az a mellnek a tejtermelő mirigyeire fog hatni, és ez lesz a melldaganat egyik típusa. A biológia nagyon huncott, mert mindig, épp úgy, mint Amerikában, van minden, meg annak az ellentétje. Na most a gondozási konfliktus ellentétje, az kérem, a vita veszekedés. Ez is a tejmirigyeknek a túlszaporodását fogja okozni. Most gondoljuk el azt a hölgyet, aki állandó vitában áll a férjével, jobbkezesként elindít egy jobboldali melldaganatot, viszont a gyereke Angliában van, és aggódik, hogy mi van az én kicsi drága gyermekemmel, akkor a bal mellében is elindít egy programot, ugyancsak adenokarcinómát, csak annak más lesz a kiváltó oka. De szövettanilag mind a kettő ugyanaz lesz. Ha valaki aggódással megoldott valamit, legyen szíves, írja be a chat mezőbe, nagyon várok már egy ilyen visszajelzést, hogy mi a fenének kell nekünk ennyit aggódni. Ja, hogy mi van mögötte? Ezt szintén kifejtem előbb említett könyvemben, hogy hogyan segít a germán gyógytudomány, ... Nos, az agyvelő, ott látjuk a piros mezőben azt a narancssárga színű agyi részt piros vonalakkal áthúzgálva, ez mind olyan programokat indít, amelyeknek a lényege, az érzelmi töltete, az önleértékelés, és nem más. Más könyvekben más kifejezést lehet olvasni, de az nem magyarul íródott. Tehát az önleértékelés az önpusztítást jelent, nem csak lelki szinten, de biológiai szinten is. És ez lesz a narancssárga oszlop második része. Az önpusztítás az érinti a mozgással kapcsolatos szerveinket, tehát a csontokat, ízületeket, inakat, haráncsikolt izmokat, az izmokat ellátó osztógyűjtő nyirok, ereket, és a kötőszövet, zsírszövet is ide tartozik. Ugyanakkor természetesen a szívizomszövet, ami egy teljesen másfajta izom, mint a haráncsikolt izomzat, ide tartozik a mellékvesek kéregnek a mirigyállománya, ide tartoznak az ivarmirigyeknek a hormontermelő sejtjei, amelyek mindig a veszteségkonfliktusra fognak elindítani egy túlélő programot, lásd, heredaganat és petefészekrák. Nos, az agykéreg, piros mező, a külső csiralemezből származó sejtjeinket irányítja, ezek a birtok és elválasztási konfliktusokra fognak sorvadni, megoldásba visszaépülni, hogy hogyan és miként két külön előadásból megtudhatjuk, és egy harmadikból pedig a működés változásokat is nem részletezem, csak hogy lássuk, hogy itt egy fantasztikus rendszerről van szó, jó lenne úgy élnünk, hogy ezt az egészet ne is kelljen megtanulni, megismerni, hanem éljük úgy az életünket, hogy ne legyen szükségünk rá. Mert ugyan a germán gyógytudomány nem csak egy nagyszerű diagnosztikai eszköz, amint egy frekvenciát váltott tanító mondta, hanem a valós okok feltárásával nyújt valós megoldást a gyógyulásra. Tehát amikor nem a valós megoldással foglalkozunk, hanem keresünk rövidebb utat, azt hisszük, hogy ki tudjuk cselezni a biológiát, és én majd megcsinálom másképpen, most ez frekvenciaváltáshoz vezet, mert hát az a jó hírem vagy rossz hírem, hogy a halál az egy nem létező folyamat, az élet az az egyetlen létező és folyamatos dolog, csak más-más megnyilvánulásai vannak az életnek, mint ahogy van hernyó, aztán az bebábozódik, és abból pedig kirepül a pillangó. De a pillangó már nem egy repülő hernyó, megegyezünk, ugye? Viszont abból lett. Na, ha így fognánk fel az életünket, és nem a biológiai testünkkel azonosulnánk 100%-ban, csak 4%-ban, akkor már nagyon is nagyon előre tudnánk lépni abban, hogy hogy éljünk úgy, hogy meg se betegedjünk. Vagyis, a germán gyógytudományt jó tudni abból a szempontból,
hogy az adott tünetek mire utalnak. De ekkor még csak ott tartok, hogy okosan szenvedek tovább. Alkalmazni is kéne a dolgokat, mégpedig ha tudom, hogy hogyan tudom magamat megbetegíteni, akkor talán ezen kéne változtatni. És akkor itt van a megoldás három lépése, röviden, tömören. Először is tisztázzuk a tünetek mögött meghúzódó konfliktust, és ebben segít a germán gyógytudomány. Mindig mondom, hogy senki se unalmában betegítette meg magát. Nyugodjon meg! Szórakozásból senkinek nem fog a sejtje se sorvadni, se felépülni, vagy túlszaporodni, vagy működést változtatni. Az első nagy akadály az őszinteség. Az az ember, aki még önmagához sem őszinte, azzal nem tudok mit kezdeni. Az menjen és szedjen gyógyszereket. Én ilyen emberekkel nem óhajtok foglalkozni. Ha nem hajlandó beismerni, hogy igen, ez van, azt mondja, hogy ő nem találja a konfliktusát, őre nem vonatkoznak a germán gyógytudomány törvényei, akkor nem vonatkoznak. Én azt mondom, hogy igaza van. Ne vonatkozzanak rá, úgyis meglátja. Tehát a konfliktus keresés az egy nagyon szép történet, de van ennél még szebb, majd mindjárt meglátjuk. A konfliktusnak az érzelmi feloldása egy lényeges kérdés, hogy eltűnjenek a sinek. Vagy gyerekek szintjén azt kell megoldani, hogy ez többet vele elő ne forduljon. Egy gyereknél elég tudatosítani azt, hogy soha többé nem lesz óvodás. Mert ha óvodás korában élt meg egy konfliktust, és ennek még 7 éves korában nyoma van, akár mozgászavarban, akár egyébben, amikor ez a gyerek valóban teljes meggyőződéssel kijelent, hogy soha többé nem lesz óvodás, ezzel lezárta a konfliktusát. Nyilvánvaló, innentől kezdődik a megoldási szakasz, és segíteni kell a gyereket az adott program megoldásában fizikai szinten is. Természetes. Na de az érzelmi feloldás, kedves hallgatók, mit is jelent? Nem az okoskodást. Mert mindig egy félelem volt az, ami elindította bennem a túlélő programot, nem de bár. A válasz az, hogy de bár, de bár. Tehát amikor egy félelem elindít egy programot, akkor bennem az a meggyőződés, hogy jobb félni, mint megijedni. Tényleg? Én ehelyett azt mondom, hogy jobb bízni, mint félni. Persze az okos agyam rögtön tiltakozik, mert neki az a dolga, hogy állandóan kiszámítsa, hogy honnan jön a következő támadás, és ezt hogy kellene elhárítani. Nos, amikor megpróbálunk bizalomba élni, akkor teljesen másfajta életet fogunk elindítani. Senki se higgye ezt el nekem, de legalább próbálja ki. Legalább egy napig legyen figyelmes, tudatos, nézzen oda, hogy mikor jelenik meg benne egy félelem, és ezt alakítsa át. Az érzelmi lezáráshoz nem elég tisztázni az, hogy oké, megbántott, nem probléma, nem beszélünk róla, vagy megbocsátok, de nem felejtek, vagy megbocsátok, de többet nem akarom látni, szóval ez nem érzelmi feloldás. Az érzelmi feloldásról akkor beszélhetek, amikor már azt is hozzá tudom tenni ehhez a történethez, hogy megköszönöm azt, hogy ez az életemben megtörtént. Mert minden ilyen történet, ami elindított bennem egy túlélő programot, csak arra mutatott rá, hogy hol voltam én elakadva abban, hogy valamit el tudjak fogadni úgy, ahogy van. Itt van a probléma gyökere. Tehát amikor felismertem, hogy mi a probléma, és azt érzelmileg lezártam, sőt, még meg is köszöntem, na akkor lesz kérem szépen az, hogy érzelmileg lezártam a történetet, és akkor itt már közben egy felfutó kérdésre már akkor úgy gondolom, hogy válaszoltam is. Karesz, bozsás meg, hogy megszakítanak. Jó estét, szervusztok mindenkinek. Hallom, hogy az érzelmi feloldásról beszélsz, Karesz. Nagyon gyakran előfordul, vagy legalábbis ez azok között, akikkel én találkozom, hogy az érzelmi átalakítást, azt valamilyen
manőverként próbáljuk az életünkben végrehajtani, és nagyon sok olyan csapda van ezen a területen, amiről illene egy kicsivel mélyebben, hosszabban beszélnem. Tiéd a pálya. Kezdjük ott, hogy sokszor még az érzéseinkkel sem vagyunk tisztában. Hát igen, igen. Tehát, a probléma lényegét én abban látom, hogy nem ismerjük fel az érzéseinket, vagy nem tudunk ezeknek konkrét megnevezést adni. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mit érzünk, és amikor ezt ki kell fejtenünk, akkor nagyon érdekes módon határozzuk meg. Gondolok itt olyanra, amikor találkozunk egy ismerősünkkel, barátunkkal, és megkérdezzük, hogy vagy rosszul. De a rosszul mögötti érzéseket, mert igen, ő ezt kellemetlen számára, és ezt ő rosszul éli meg, de hogy konkrétan ő mit jelent? Hogy ő bánatos, hogy elesettnek érzi magát, hogy elveszettnek érzi magát, hogy megijedt, hogy levert, hogy magányosnak éli maga a helyzetét, hogy melankólikus a hangulata, hogy rossz kedve van, vagy éppen a sebezhetőségével találkozott, vagy töprengő állapotban van, nem tudja, hogy mit tegyen, folyamatosan labilisnak érzi magát. Mi az, ami benne van? Mi kelti benne a zavart? Mi az az állapot, amit megél abban a pillanatban? És ez azért is fontos szerintem, mert egy nagy-nagy lépéssel közelebb visz afelé, hogy tudjam is, hogy mi is a konfliktusom maga. Mert addig, ameddig meg sem tudom fogalmazni, csak sorolom, meg sem tudom fogalmazni az érzéseimet, csak sorolom a problémákat, hogy mi nincs úgy, ahogy én azt szeretném, mi nincs úgy, ahogy én azt elvárnám, hogy ennek a dolognak lennie kell, akkor nagyon nagy zavart kelt bennünk ez a kuszaság, amikor az agyam zakatol és kívánja a megoldást, mindenáron megoldásokat akar, varázsszavakat, varázspirulákat, varázshatással bíró szereket, amiket majd magába beszed, vagy amit magára ken, vagy amit ha kimond, mindenféle hozzátett megélés, meggyőződés, belső igazságérzet nélkül, akkor majd ez megoldódik. Én azt gondolom, hogy pont itt van a csapda, hogy túl akarunk hamar esni az egészen, hogy ó, legyen már ennek hamar vége, gyógyuljunk meg pipak, és folytassuk ugyanott, ahol abba hagytuk. Az én életemben volt 3 nagyon komoly betegség, 3 különböző rákés, egy szklerózis multiplex, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mindez egyszerre borult a nyakamba, és azért mondom, hogy szerencsés helyzetben, mert nem volt más lehetőségem, nem volt más választásom, csak az, hogy ezekkel a dolgokkal igenis szembenézzek. A legfontosabb dolog az volt számomra, hogy tisztázzam a konfliktusokat, mi is a bajom valójában, mi az a baj, mi az a probléma, ami engem ebben a pillanatban megérint, hol nem vagyok békénben önmagammal, mi az, amit nem tudok elfogadni, elengedni, átalakítani. És a konfliktusaink sorát is nagyon hosszasan tudjuk ecsetelni. Számomra az volt a legkiábrándítóbb, ami önmagamat illeti, tehát önmagamban való kiábrándulásom első számú oka az volt, hogy zömében ugyanazokra a sémákra, ugyanazokra a hangszerekre komponáltam a nagy tragédiáim zenéit. Igen. Hogy legyek ilyen költői ma este, az volt a megélésem, vagy megtapasztalásom, hogy folyamatosan ugyanazokat az érzéseket, ugyanazokat az elégedetlenségeket, a nem elégeket hoztam fel magamban. Nem vagyok elég gyors, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég talpraesett, nem vagyok elég biztos a dolgomban, nem vagyok elég határozott, nem vagyok elég karakán, nem vagyok elég sportos, nem vagyok elég csinos, nem vagyok elég okos. És tudnám ezt sorolni, most nem mutatnám a kedves társaságot ezzel, de mindig, amikor van egy csomó, mivel nem vagyok megelégedve, na ez az nagyon-nagyon gyorsan megy nekünk, igen. És sokkal nehezebben ment nekem is az, hogy de mivel vagyok.
Aha. Amikor megcsináltam egy ilyen nagy katasztrófa reltárt, mert én úgy gondoltam, hogy ezt szépen majd kiírogatom, egyenként előveszem, mint a nagymamám szekrényén a nippeket, a porcelán figurákat, amiket őriztünk csipkén, és akkor majd ezeket megnézegettem, majd én leporolgatom, majd én megoldogatom. Hát egy idő után rádöbbentem arra, hogy ez az inkarnációs idő, amit én feltételezhetően ezen a bolygón fogok tölteni, Nem lesz erre elég. És kicsit aggasztott az, hogy hát akkor ennyi konfliktust, ez hogyan lehet. Egy érdekes kísérletbe fogtam, arra gondoltam, ha ezeket leírom, dokumentálom, úgymond leltárba veszem, akkor majd valahogy lehet őket csoportosítani. Tudom, hogy ez így viccesen hangzik, de... De akkor még nem tudtam, hogy mi az egyenes út, nem? Nem, Karesz, és... Azt hiszem, hogy nagyon sokan esünk ebbe a hibába, hogy próbálunk valamit csinálni magunkért, valamit aktívan tenni. Ez egy nagyon jó dolog. A hiba ott kezdődik, amikor ilyen nagyon notóriósan, aprólikusan próbálunk az életünkhöz közelíteni, és nem nézünk rá egy picit távolabbról. A konfliktusaim nagy része az önleértékeléshez kötődött, a távolság-közelség el nem fogadásához, tehát elválasztási konfliktusok, aggódás, veszteség konfliktus, illetve az folyamatos önmagammal szembeni elégedetlenség gyorsaságot illetően, és ez bármire rá lehetett húzni, akár arra, hogy milyen gyorsan takarítom ki a lakáson, vagy milyen gyorsan haladok a karrieremben, vagy milyen gyorsan találok párt. Tehát ez valahogy mindig ugyanez a séma volt. Rá kellett jönnöm, hogy van egy folyamatos érzelmi töltetem az elégedetlenség az én esetemben, ami ebben a csapdában tartott benne. És ameddig az érzelmeinktől próbálunk egy kicsit távolságtartóak lenni, én próbáltam abban az irányban elindulni, hogy hát átírom majd én egyedül az érzelmeimet. Hogy majd el tudom majd fogadni azt is, amire most éppen, amivel szemben éppen dühöt vagy kétségbeesést érzek. Ez a módszer is nagyon-nagyon érdekes volt, rengeteg időt eltöltöttem vele, gondoltam, hogy hát, ha majd megszeretem a tövist is a rózsán, akkor majd ez milyen jó lesz. Viszont az a legérdekesebb, hogy hát néha olyan önbecsapásokba futottam bele, amiről szeretnék még három gondolatot mondani, Karesz, mert úgy érzem, hogy most van ennek itt az ideje, úgy látom, hogy egyre többen vagyunk fent. És jó lenne, hogyha felfedeznénk azokat a helyzeteket is, azokat a nevezzük keretnek, amiben belül vagyunk, mint hogyha körbevennénk magunkat egy ráccsal, amiből eljutunk A-ból B-be a rács egyik oldalától a másikig, de igazából nem jutottunk ki ezen a szűkös kereteken túli világba. Ezeknek a kereteknek a szerepe is van, ezeket lehetne úgy is nevezni, hogy énvédő mechanizmusok. Ezek arra szolgálnak, hogy az általunk énnek gondolt valamit. Azért mondom ezt ilyen kacifántosan, mert nem azok vagyunk, akivel mi azonosítjuk magunkat. Én erre utaltam már. Hogy ezeknek a potenciális fenyegető sérüléseitől, fenyegető dolgaitól megvédjen. Ilyenkor lép be a vészcsengő, a szorongás vagy a félelem. És mivel nem szeretünk sem férni, sem szorongani, elkezdjük úgymond ésszel, aggyal felül vezényelni az érzelmi készleteinket. Az egyik az az elfojtás, és csak párat említek meg, sokkal többen, mint amennyiről ma este szótájtek. Az egyik például az elfojtás, amivel nem tudunk, nem merünk foglalkozni, mert kínos gondolatokkal, érzelmekkel jár, mert fájdalmas, mert veszélyesnek ítéli meg az agyunk. Ami szép és jó, azt megtartom, ami nem az, azt elfojtom. Vannak ilyen slágerek is, hogy csak a szépre emlékezem. Az első boldog nyár. És nagyon érdekes dolog az, hogy így
bezárkózzunk, izolálódunk, elszigetelődünk ezektől a kellemetlen élményektől, legyen az egy trauma, egy konfliktus, nem akarunk rá gondolni. Egy haláleset például ilyenkor jelenik meg a leginkább, vagy baleset, amiről beszélsz, és valahogy elfogjuk, nagyon mélyre bezárjuk ezeket a kínos gondolatokat, ezeket a fájdalmas emlékeket, és nem is akarunk rá gondolni, ilyenkor próbáljuk elterelni a figyelmünket, másfelé figyelni, és pont ezért nem jutunk el a konfliktus teljes feloldásához, mert még a konfliktus létét, meglétét is tagadjuk. Azt is tagadjuk, így van. Nagyon szeretnénk boldogaknak, egészségeseknek, kiegyensúlyozottaknak tűnni mások és önmagunk szemében. És ezt meg is játsszuk. Nem csak megjátszuk, persze az érettségi találkozón kötelező boldognak lenni, de én most az átlag hétköznapról beszélek, hogy nem tudom elfogadni az életem azon részét, amivel most szembenézek, nem vagyok teljesen boldog, nem vagyok teljesen elégedett, mindig látok valamit, ami hiányzik, és persze az a pici, ami hiányzik, az nagyobb figyelmet kap, mint az összes többi, ami teljesült. Ennél fogva próbálom azt magyarázni, hogy jó, hát azért nem teljesen kerek a világom, de hát azért nem szaladgálunk egymással a férjemmel, vagy a társammal, a kisbajtával minden éjszaka, megvan a betevő falatunk, van lakásunk, van két szép gyerekünk, akár még boldogak is lehetnénk, ha éppen úgy alakulna, de hát pont most nem vagyunk, de lehetne ez még rosszabb is, és pont ez a gondolkodásmód az, ami elsősorban eljutott bennünket oda, hogy elfogyjuk, mert a gyerek előtt nem mutatjuk, mert a gyerek előtt nem beszélünk, meg most éppen nem az az időszaka van az életünknek, hogy erről beszéljünk, ezt bezárjuk, mint hogyha egy kapszulába egy ilyen mágikus valamivel körbevennénk, hogy na majd egyszer ezzel foglalkozunk. És előbb-utóbb meg is győzzük önmagunkat, hogy ó, hát majd ezt az idő megoldja. És ez a másik nagy probléma, hogy azt gondoljuk, hogy az idő majd ezeket a helyzeteket helyettünk meg fogja oldani. Az elfojtásnak van egy másik nagy csapdája, hogy nem is gondolok erre a dologra, és próbálom önmagamat is meggyőzni, hogy hát végül is nem is annyira rossz ez a helyzet, mert hát lehetne ez még sokkal rosszabb, és próbálom ezt a konfliktust olyan szinten elbagatellizálni, vagy olyan mélyre a tudattalan folyamataimba leszorítani, hogy nem is gondolok rá, nem is akarok ezzel foglalkozni, hogy előbb-utóbb én is önmagam is elhiszem, hogy nincs gond. Csak a biológiám jelez. Ez az. És itt van a legnagyobb... És ezért nem találjuk meg magát a konfliktust. Itt a legnagyobb probléma, mert önmagammal szemben is eltakarom, eldugom, mint hogyha... Én szoktam olyat csinálni, hogy kimondom, hogy na ezt elrakom jó helyre. Igen. És Karesz azért nevet, mert az 2 évig nem kerül elő. Mint a házkulcs. Ez a jól elkezdtem jó helyre, igen. Nálam így működik, hogy amit én, ahogy kimondom, hogy ezt jó helyre elteszem, és mindig kimondom ráadásul. Nekem is mondd meg. Olyankor az úgy dematerializálódik, igen, ebből a dimenzióból, és 2 év múlva a legváratlanabb helyről, ott, ahol 500-szor megnéztem, onnan kerül elő. És hát valahogy így voltam a konfliktusokkal is, hogy ezt jó helyre úgy jól lenyomtam, hogy ezen ne kelljen, mert ugye ki a fene szereti a nem sikeres dolgait átlapozni. Na, ugyanígy lenyomtam ezeket a konfliktusokat, szinte teljes mértékben próbáltam volna meg nem történtté tenni, ez a másik nagy elhárítási mechanizmus, amely... abból áll a meg nem történté tevés, hogy egy esemény, amelyben részt vettünk, akár főhősként, tehát úgy, mint főszereplő, akár mellékszereplőként,
de számunkra kellemetlen, egyszerűen töröljük az emlékezetünkbe, mintha meg sem történt volna, és tényleg úgy érezzük, hogy nem is történt ilyen. Uh-huh. Itt azért nagyon nagy konfliktus tömegek lehetnek az ilyen történetek mögött, és nagyon-nagyon izgalmas az, amikor egyszer csak így beugrik mondjuk kamari zene hallgatása közben, hogy te jószagú szamóca, hát ilyen nekem is volt. Ugye? És ezek vagy az... egy kérdésre adok választ, és akkor jut eszébe valakinek, hogy hú, hát igen, ez tényleg ez velem is megtörtént. Igen, és a másik lényeges dolog az, hogy nem is foglalkozunk ezzel eleget, tehát meghalljuk magát a konfliktust, nem kezdjük ezt ízlelgetni, hogy mit is jelent, ez nálam volt ilyen, mikor éreztem magam ilyennek, mi volt az, ami ezt kiváltotta, emlékszek-e arra az időpontra, legalább, ha nem is pontosan évszám, nap, hónap, igen, óra stílusban, tehát év, hónap, nap, óra stílusban tudom ezt visszaidézni, de legalább hellyel közzel, hogy amikor érettségiztem például, akkor mik voltak a problémáim, hogyha ez arra az időszakra tevődik, ha mondjuk 18-19 éves korom óta van egy visszatérő panaszom, akkor ott kellene elkezdeni, hát leginkább egy kis önvizsgálatot tartani. És nem mondhatnám a kedves közönséget, de még egy elhárítási mechanizmust, vagy énvédő mechanizmust szeretnék bemutatni, méghozzá azt, amit számomra a leggyakrabban talált, vagy felfedezett módszer, az a tagadás. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy az egyén, akivel beszélek, aktívan kiutasítja a tudatából a zavaró érzéseket és vágyakat. Ha ezzel a tagadással szembesítik, düvel reagál. A tagadás távolságot hoz létre az egyén és az életeseményei között, de nem old meg semmit. Például a szomszédomban él egy nagyon idős néni. Néha áthívom, hogy ne legyen egyedül. A dologból rendszer lesz, már hívás nélkül is meglátogat. Ahogy telik az idő, egyre többet van nálunk. Arra leszel egyszer csak figyelmes, vagy arra leszünk egyszer csak figyelmesek, hogy bármit teszünk előtte, ő mindenben beleszól, mindenben jó tanácsokat oszt, hogy ezt nem így kéne csinálni, hanem máshogyan, máshol, bezzeg az ő idejébe, ő nem így szokta, ő még tesz bele ezt is, azt is, és hogy akkor gondoljunk csak, hölgyeim, a főzésre, hogy elkérünk egy receptet, és akkor az egész életvitelt átadják, lehet, hogy még nem is kell kérni, már mondják már is. Ez az a csatoltáról. És amikor finoman szembesítjük azzal, hogy milyen a viselkedése, azon nyomban megsértődik, és ez a tagadás pont itt jelenik meg, hogy ő sosem mondott ilyet, hiszen ő nem olyan ember, sosem tenne ilyet, de ha mondta is, akkor is csak szeretetből, mert ő csak jót akart, de megbántani semmiképpen. Megsértődik, és megígéri, hogy soha többet nem fog átjönni, és aztán holnap újra csenget. Érdekesek ezek, azért hoztam ezt a példát, mert hát könnyebb a szomszédra asszociálni, nem, tehát azért most nem akartam konkrétan azt mondani, hogy nézzük meg, hogy hányszor tagadjuk a saját viselkedésünkben, én magamat is néha fülön csíptem, hogy szinte letagadt, én, hát én ilyet nem, hát egyáltalán, mit képzelsz? És nagyon sokszor, például az egyik konfliktusom pont ebből fakadt, hogy így tagad, na hát ezt én erre soha nem lennék képes, ilyet én nem csinálnék, és az adott helyzet, következő rutin helyzet pedig megmutatja, hogy ja, hogy dehogy nem. És nagyon bátrak tudunk lenni, amikor a témának nincs tétje. Uh-huh. Hogy én ezt nem engedném megtörténni a testemmel. De vajon ezek a tagadások, hogy hát mi olyan szépen élünk, olyan boldogok vagyunk, de közben tele vagyok olyan problémával, ami a párkapcsolatomra vonatkoztatóan egy jelzés, hogy hol nem élek békében a párommal. Teli vagyok tünetekkel, ráutaló tünetekkel. És igen, a tagadás az, amivel a legnehezebb, szerintem, ez az én véleményem, nem tudom, hogy te osztod-e ezt, amivel a legnehezebb találkoznunk. Mert van egy test, ami egy biológiai test, ami jelzéseket ad, hogy mondjuk egy konkrét példát a féltékenységre. Legyen féltékenység. Hát
Azt látom, hogy a bejáró nő... Ott csendelkedik a férjem mellett. Mellett, vagy a férjem a... Nem, a férjem a bejáró nő mögött. Na nem, hát miért nem? És akkor utána... Ez olyan szép volt a teszedből hallani. De van nincs egy... bejáró nő, milyen megmutatunk tűne... mindenkit. Sajnos. Halkan megjegyeztem. Sajnos. És tudnék neki egy 3 órás munkát adni. Jó. Viccet véletével. Szóval. Van egy biológiai testem, aminek van egy jelzése. A jelzést úgy hívjuk, hogy... Valamilyen tünetem van. De a féltékenységre a tünet mi? Féltékenységre. Hát amíg féltékeny vagyok, nincs tünet. Mert hoppá. Nincsen. Hát nem, nem. Mikor majd megbeszéltük. Majd akkor lesz a tünet, mert addig tünetmentesen sorvad a mély nyaknyálka hártyája, és ha ez folyamatos, folyamatos, állandó, olyan mélyen tud bele sorvadni a nyálkahártya, hogy az izom is folytatja ezt a munkát. Tehát a program átmegy az alatta levő szövetekre. Lesz egy gyönyörű nagy kráter, és mikor azt megnézik, te jó Isten, mély nyakrák. Tehát akkor következik mindez be, amikor én már megnyugodtam, hogy a bélem az nem koslat, az... Akkor, amikor már megnyugodtuk és megbeszéltük, akkor jön a fájdalom és a vérzés. Ez a nagy probléma, és akkor a vérzéssel elmegyek az orvoshoz, és azt mondja, hogy mély nyakrák. Szóval valóban igaz, hogy most már megnyugodtam, már nem vagyok féltékeny. Igen. És? De a tünetem arra utal, hogy de valamikor előtte de voltam. Voltam, persze. És itt lenne szerintem a germán gyógytudomány ismeretének a sarokköve. Mert amint említetted is az előbb, hogy a tünetek nagyon gyakran már a megoldásban jelentkeznek. Az esetek 90%-ában vagy 95%-ában ott lesz tünetem. Vannak kivételek, a fájdalomról szóló webkonferenciát, ha megnézzük, ott benne vannak a kivételek, hogy melyek azok a programok, amelyek már a konfliktus aktív szakaszban fájdalommal indulnak. Szóval, lehet, hogy a jelenlegi helyzetemben, amikor új munkahelyre mentem, úgy kezd egyenesbe jönni az életem, és azt gondolom, hogy most már úgy jól vagyok, úgy megelégedek magammal. Igen, kibékültem. Kibékültem magammal, az életemmel, a munkámmal, az életvitelemmel, a sorsommal. Hát nem most fájul meg a derekam? Nem, pont most, meg a hátam. Meg a hátam, meg az élet, meg bármi. Igen. És akkor azt mondom, hogy nem, hát én nem vagyok önleértékelt, hát végre most vagyok megelégedve magammal. Igen. Tehát érteni és mélyen átlátni az életünket, igen, akkor tudjuk, hogyha nem csak az öt természettörvénnyel foglalkozunk, hát hanem ezt megpróbáljuk, ezt az elméletet beiktatni a gyakorlatba, a saját életünkbe. És lehet, hogy azt mondom, hogy most per moment, ebben a szempillantásban én meg vagyok elégedve magammal, igen, és már nem vagyok önleértékelt, igen. De voltam. De voltam, mert különben mondtam, hogy unalmában senki sem betegszik meg. Vagyis a tagadás, igen, az, amiről az előbb, mint elhárítási mechanizmusról beszélve előkerült, az addig értelmetlen, ameddig nem ismerem a germán gyógytudományt. Igen. Mert amikor megismerem, hogy jaj, ez a tünet mögött az volt, hogy épp azért fájt akkor, amikor kibékültem, mert megoldásban jön a fájdalom, igen, akkor, akkor már tudom, hogy igen, most már nem vagyok, de voltam akkor. És amikor belátom, hogy valójában a tüneteim mind, bocsáss meg, vészjelzései a biológiának, arra, hogy valahol az elfogadás nem teljes és nem tökéletes. És erre utaltam én is, hogy az elfogadással van a probléma. Az alapvető kérdés az, hogy mennyire vagyok milyen igazán őszinte önmagamhoz. Hát ezt nagyon szépen kifejtetted, Réka, gyönyörű, nagyon-nagyon köszönöm, mert ameddig nem őszinte magához valaki, addig nincs megoldás, tehát senki sem betegszik meg unalmában, és volt olyan páciens, aki pont emiatt váltott frekvenciát, mert a tünetei jelezték, hogy az életműve dőlt össze, nem, minden rendben van, és összeroppant a gerincoszlopa, ez elindított egy mellkasi fájdalmat ki- és belégzéskor állandóan, képzeljük el azt a helyzetet, hogy fáj a lélegzetvétel,
És ezt már megélte egy támadásként a tüdő ellen, amire beindult a Mellhártya program, már innen beindult az egész folyamat, tehát itt egyik dolog hozza a másikat. Egyik tünet hozza a másik problémát következmény konfliktusként, és hát a vége frekvenciaváltás lett, a mellhártya tele lett vízzel, és a többi. Holott az alapproblémát, amivel megkeresett minket, azt rég megoldotta. Az őszinte vagyok önmagamhoz, azt jelenti, hogy nevén nevezem a problémát. Hát igen. Igen, engem zavar az, hogy... Tessék kimondani. Zavar az, hogy... Na. Nincs ötletem. Zavar az, hogy a sebességem, a működésem, az életvitelem nem olyan trendi, nem olyan modern, nem olyan gyors, nem hipersebességes. Ja. Nem vagyok megelégedve magammal. Ja. Egy szóval. Egy szóval. Ez mit jelent? Önleértékelés. De még túl tágan fogalmazunk. Igen. Engedd meg, hogy ezt a gondolatot kibogozzam, mert itt van a csapda, amiről nagyon kevés szó esik, de aki elkezdi önmagában felszedni ezeket a szemeket és elvarni a szálakat, találkozik vele. Nem vagyok megelégedve önmagammal, és akkor így az egész életemre ráhúzom ezt a lepedőt, és sehogy semmi nem jó. Igen. Állandó elégedetlenség. Nem veszük észre azt, hogy azért csak bizonyos pontokon nem vagyok megelégedve önmagammal. Miért nem? Mert nem vagyok elég gyors, és nem tudok annyit teljesíteni a munkahelyemen. Valóban a munkahelyem a legnagyobb problémám? Nem. Úgy érzem, hogy folyamatosan csúszásban vagyok, hogy instabil az életem, hogy állandóan kapkodok, hogy lyukakat tömködök, uh-huh. és az én dolgaim valahogy mindig elakadnak, megakadnak, nem mennek tovább. Melyek azok a dolgok? Miben vagyok én kevésbé ügyes? És akkor rájövök, hogy nem vagyok elég jó ebben, abban és amamban. Tehát már szűkítettük a kört. Igen, már megneveztük, hogy mi az, amin javítani kellene, vagy el kell tudni fogadni, hogy ez van. Ne szaladjunk ennyire az elfogadásig. Jaj. Tudom, ide fogok kiukadni, akkor ezt ígérem. Rendben. Megvárom. Amikor konkrét életterületeket, helyzeteket, emberekkel való kapcsolatokat nevezünk meg, akkor tovább felteszem a kérdést. Mit tehetnék azért, hogy ez megváltozzon? Én mit tehetnék? Mert mindig a másiktól várom a megoldást, hogy majd ő elmondja, majd ő megteszi, majd ő valamit csinál, és valahogy megoldja, jöjjön már valaki, aki helyettem elrendezi a dolgokat. De mi az én alapvető problémám? Valamitől félek. Attól félek, hogy kudarcot vallok. Attól félek, hogy nem vagyok elég jó, nem a másiknak, uh-huh. nem vagyok elég jó feleség a férjemnek, nem. Attól félek, hogy nem fog szeretni. Hát ez az. Attól félek, hogy ez a szeretet, ez megszűnik. Attól félek, hogyha nem teljesítek, és akkor már túlhajszoltságról beszélek. Igen, és jön a pajzsmirigy program. Ezek így kapcsoltáruként jön egyik a másikkal. Itt az emberi érzelem világ az annyira színes. Így van. Ahogy mindenki bele tudja tenni a saját érzelem világát, vagy a saját reakciókészletét. Szóval mindig egy félelem az, ami az egész mögött lapul. És minden egyes félelemre kitalálunk egy hogyan ne féljek című szükségletet, uh-huh. és amikor a szükségletem, az elvárásom önmagammal szemben nem teljesül, akkor vagyok a legelégedetlenebb önmagammal, ez nyilván meg fog mutatkozni a kapcsolataimban is, igen. a viselkedésemben, a gondolkodásban, a döntésben, a kommunikációban, az életvezetésben, a kommunikációban, ez egy ötújas kesztyű. Vannak ilyen hisztériák, akiknek senki nem jó, senkivel nem tud hangot találni, és mindenkivel kötekedők. Igen, vannak ilyen. Itt van a tagadási énvédő mechanizmus, hogy mindenkivel szemben harcolok, küzdök, megmondom, mit kéne csinálnia. Ugye pont erről beszéltem pár perccel ezelőtt, hogy belépek ebbe a boxmatchbe, és védekező pozícióba állok, de közben a
mindenkit támadok, és mindenkivel bajom van. Ha ezzel szembesítenek, akkor meg azért visítok, hogy csak ezt ne. És ugye itt a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, tehát hogyha nem akarok őszintén magamban nézni, és valójában mélységében megoldani, gyökeresen kihúzni ezt a problémát, és nem csak mindig a frissen kisarjadzó részeket lecibálni, de aztán majd újra visszajön, hanem gyökeresen akarom ezt megoldani, akkor kénytelen vagyok őszintének lenni magamhoz. Az a bajom, hogy nem szeretnék egyedül lenni, félek az egyedüllétől, félek a magánytól, félek attól, hogy magamra hagynak, hogy kiközösítenek, hogy nem fogok egyedül boldogulni, nem fogok tudni egyedül élni. Például ez a másik nagy konfliktus, vagy nagy félelem, ami sok konfliktusnak az alapja. És pont ezért maradunk benne, mert az egyedüléttől való félelem sokkal nagyobb súlyozottsággal esik a latba, mint a maga konfliktus, tehát vagy annak a megoldása. És minden egyes ilyen helyzet a félelemre vezethető vissza. Gyakorlatilag egyetlen halálos betegség van, igen, a félelem maga. Igen. Félelemben élni. Az egyetlen halálos betegség. Félelemben élni az egyetlen halálos betegség, és a másik nagy hiba, amit ilyenkor el szoktunk követni, az érzelmeinkkel való azonosulás, hogy én a szenvedés vagyok maga, én a csőttömeg vagyok maga, én az az ember vagyok, akit mindenki becsapott, mindenki átvert, mindenki hazudott, én mindenkiben csalódtam, stb. Stb. És nem veszük észre, hogy ezek az érzelmek valamit jeleznek, valamilyen szándékkal, valamilyen céllal, okkal vannak az életünkben. És ezekkel is szembe kellene néznünk, mert nagyon könnyű a boldogsággal, az örömmel, a fennkölt állapotokkal megbirkózni. De azokkal, amikben én félelemmel kapcsolódom önmagamhoz és a világhoz, ezekkel is szembe kellene tudni nézni, és ezekért is hálát mondani. Hát itt van, és kérdezték is, hogy a hála, igen. A hála. Hogy mi abban a jó? És ha engem bárki megkérdez, hogy mi volt jó a három rákban, fél napot tudnék mesélni. Igen. Annyi mindent tanultam. Annyi mindenért lehetek hálás. Megtanultam más szempontok alapján önmagamra tekinteni. Rájöttem, hogy nem csak a test vagyok. Rájöttem, hogy minden rezgés. Rájöttem arra, hogy a magasabb rezgések irányítják az alacsonyabbakat. Vagyis, ha én egy magasabb rezgésre emelem a testem, a gondolkodásom megváltoztatásával, azzal az érzéssel, hogy minden úgy volt tökéletes, ahogyan történt. Nem szivatás volt egyetlen betegségem sem, hanem egy olyan lehetőség, hogy felül tudja kerekedni az ösztönös viselkedéseken. Az ösztönös viselkedéseken. Nagyon jó. Nagyon jó. Hogy mi lenne mondjuk egy halálesetnek, miért lehetek hálás? Igen. Hogy akkor konkrétan mondom, miért lehetek hálás az édesanyámnak, mert december 19-én átköltözött egy másik világra. Miért vagyok hálás, hogy ezt végig láthattam? Gyönyörű. Azon túl, hogy megtapasztaltam a saját bőrömön az elengedés csodáját, hogy nem a saját akaratomat erőltettem rá, hanem az történt úgy és ahogy ő szerette volna. Hogy megéltem azt az egységet, amit utolsó együttöltött napunk során megéltünk. Az előtt is, de ez az utolsó nap, ez különösen szép volt. Hogy megéltem azt, hogy felül tudtam kerekedni abban a pillanatban a gyermeknek, az anyját elvesztő gyermeknek az érzésein. És egész éjszaka azt mormoltam, hogy elfogadom a világot és önmagam úgy, ahogyan van, úgy, ahogyan vagyok. Nem harcolok, nem küzdök. Segítő jelenlétemmel, szerető, együttérző jelenlétemmel ott vagyok, amikor neki szüksége van rám. És nem a saját félelmeimet, aggódásomat, vágyaimat teljesítem. Felül tudtam emelkedni ezeken az ösztönökön. Felül tudtam azon az érzésen emelkedni, hogy igen, a testtől búcsút veszek, de a lélek az örökké velem marad.
és minden agónia, fájdalom, szenvedés nélkül történt meg a frekvenciaváltás. Ez csodálatos volt. Csodálatos volt számomra látni azt, hogy nem mindegy, hogy hogy lépünk ki a biológiánkból. Igen. Mert van olyan, hogy csak lekapcsolom a villanyt. Hálás vagyok azért, mert felhívta a figyelmem arra, hogy mindenkinek arról beszéljek, hogy állítsuk le a túlhajszolást. Állítsuk le azt, hogy hajtunk, mint a mókus, évtizedeken keresztül mellőzve azt, hogy önmagunkkal, a konfliktusainkkal és az érzelmeinkkel foglalkozzunk. Igen. És tudom, hogy ez most nem germános, és megkövetem Kareszt és Hammer doktort, és mindenki, aki germán gyógytudománnyal mélyen foglalkozik. Minden egyes úgynevezett, általunk laikusok által úgynevezett betegségnek a Hammer doktor általi elnevezése, hogy értelmes biológiai külön program. De mit jelent ez? Annak a gyermeknek, most idézőjelbe teszem a gyermeket, mert jócskán felnőtt vagyok, de mit jelent ez annak a gyermeki szerepben lévő személynek az eltávozott IBK-jára rátekinteni? Akkor lesz valóban értelmes, ha ebből a tapasztalatokat, a konzekvenciákat, a hogyan ne tegyem tönkre magamat, című következtetéseket is levonom. Így van. Mert a biológiai értelem, az értelmes biológiai különprogram, annak a testnek a programja, aki ezt megéli. De én hiszem, és merem kijelenteni, saját meggyőződésem az, hogy nem csak annak az egy testnek az értelmes biológiai különprogramja, hanem mindenki, aki ezt a testet szerette, átölelte, vele volt. Meg kellene ezeket a tapasztalatokat hoznunk. Hálás vagyok ezért a történésért, mert tudom, hogy ez intőjelként mindig be fog kapcsolni, hogy állj le. Állj le. Elég. Elég a konfliktusokból, elég az önsanyargatásból, elég abból, hogy évekig hagyjuk a túlhajszoltságunkat meg nem oldódni, és évtizedekig elzárkózni konfliktusok megoldásáért, mert mindig van valami fontosabb. Igen. Tegyük helyére magunkat. Igen. Ez nagyon-nagyon jó összefoglalás volt, Réka, nagyon köszönöm, mert itt közben a kérdések közt jött az, hogy mi lesz, mit jelent az, hogy érzelmi feloldás. Hát ennél részletesebben én azt hiszem... Elnézést, hogy ilyen sokáig. De te nem is tudtál róla, mert Réka csak bepattant, és szót kért, és kapott, és elmondott olyan dolgot, már is válaszoltál részletesen egy olyan kérdésre, ami itt már természetesen megjelent, és ha te nem mondod el, akkor nekem kellett volna elmondani, de természetesen én ezt ugyanígy nem tudtam volna elmondani, ez így igaz. Köszönöm szépen a figyelmet, és tényleg megkövetek mindenkit, hogy hosszabban hozzászóltam az esetleg vágyott hozzá, a lelkem behívott, hogy, hát, hogy most van a most. Most van, most kellett begyere. Hát tudod, szavak nélkül is értjük egymást, és ez a gyönyörű egy olyan kapcsolatban, ahol nem a félelem tartja össze a párokat, hanem a közös gondolkodás és a közös érzés. Na szóval az első pontját teljesen kiveséztük, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz, és az érzelmi feloldást pedig szintén Réka kifejtette, az, hogy megbocsátok önmagamnak, ez azt jelenti, hogy beismerem azt, hogy akkor biológiai lényként reagáltam, valamit tettem, amire nem vagyok büszke. Remélem mindenkinek van ilyen történet az életében. De ha még mindig furdal a lelkiismeret azért, hogy 20 évvel ezelőtt én mit tettem, akkor már a vállam nem létezne, és leesne a karom. Tehát de zárjuk le a múltat, mert azon már nem tudunk változtatni, de azt, ha megtalálom benne, hogy mire akart ez engem megtanítani, akkor már hálás leszek azért, hogy ezt megéltem, megtapasztaltam, és megoldottam. És a harmadik lépés ugye az lenne, hogy meg kéne bocsátani a másik félnek is. Mert nem ő okozta az én konfliktusomat,
Abszolút, de nem ő a hibás. Nem az anyós a hibás, nem a főnök a hibás, nem a házastársam a hibás, hanem mert én arra, ami akkor ott történt, így reagáltam, nem tudtam elfogadni, hogy az történt, hogy azt mondta, hogy megsimogatta a cselédasszonynak a fenekét. Nem tudtam elfogadni. Miért? Ja, mert veszélyezteti a túlélésemet és a fajfenntartást. Ez innen ered, hölgyeim. Sehonnan, máshonnan. Aki volt már tanfolyamon, hát most akkor elmondom, hogy ott ezt szoktam mondani, Hámer doktor példái után elmondom, hogyha is, ha most én bemegyek, és ott látom Rékát egy másik emberrel, egy férfival az ágyban, akkor szépen becsukom az ajtót, kimegyek a konyhába, és főzzök kávét három személyre. És mindenki néz rám nagy szemekkel. De ez tényleg így van. És utána megkérdem, hogy oké, rendben, mi lesz a folytatás? Maradunk ketten, vagy ti ketten, vagy hogyan tovább? Ennyire egyszerű. Mert nem birtokolom Rékát, ő se birtokol engem, senki senkit nem birtokolhat, tehát legyünk ezzel tisztában. És hogyha azt mondja, hogy hát ez egy kellemetlen tapasztalat szerzés volt, akkor semmi probléma, hogy továbbra is mellettem marad, de nem vettek el belőle semmit, nem tettek hozzá semmit, egy tapasztalattal gazdagabb lett, és mellettem tart ki, akkor mi a probléma? Kinek kell itt megbocsátani? Jaj, a nagy-nagy egónknak, mert csak az tud megbántódni. A biológiai egónk tud megbántódni, mert valami nem úgy történt, ahogy azt elképzelte volna. Na és itt jön be az, hogy utána már tudatosan döntünk, hogy nem reagálunk, hanem odafigyelek, hogy melyek az én csípőből jövő reakcióim, mert már megszoktam, hogy mindenre úgy reagálok, hogy nem bírom elviselni. Vagy féltékenykedek, vagy leírom magam, vagy szarul érzem magam, teljesen mindegy. Tehát vegyem észre, hogy megint rosszul érzem magam a bőrömbe, és tegyem fel a kérdést, hogy ez most kinek jelent problémát? Kinek a gondjáról beszélgetünk? Szóval a germán gyógytudomány megadja a biológiai tudatosságot, de nem fogja feloldani például a bosszúságát, senkinek sem. És ezért volna lényeges, hogy megértsük, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez. Ha már valamit megértettem, felismertem, akkor már megvannak az eszközök a megoldáshoz és a megelőzéshez. Ez itten a lényeg. Na most azért fordult az egész gyógyszeripar és a jelenlegi ellátórendszer Hámer doktor ellen, mert ha valaki megérti az alapokat, akkor azt már nem lehet hülyíteni. Onnantól már tudja a megoldást. És itt jön be, hogy az első dolog, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Tehát ezek, amit mi eddig betegségeket neveztünk, most át fogom nevezni. Nevezzük a betegségeinket evolúciós ajándéknak. Arra mutattak rá, hogy hol nem voltam még tökéletes az elfogadásba. Ezért fájt a csípő, mert nem tudtam elviselni az anyósomat. Rendben van. És mire akart ő megtanítani? Ennyi az egész. Vagy, ha felismerem ezeket a külön programokat, már nagyon okos vagyok, és szenvedhetek tovább tudományosan, ha nem kezdek el érzelmileg is lezárni mindent. Hisz ne feledjük, Hámer doktor megmondta, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát a józanész egymagában nem elegendő. Akinek kétsége van afelől, hogy itt tudományról beszélek, akkor nézze meg, hogy a medicinában mennyire reprodukálhatóak a történetek. Csak nézzük meg mondjuk a Sjögren-szindrómát. Minden feltételes módban van leírva, vagy a lupus eritematodeszt, vagy akármilyen autoimmunnak nevezett betegséget. Nem reprodukálhatóak. Nem ugyanúgy történnek. Összevisszaság van, statisztikák vannak. Kérem, én nem egy statisztikai adat vagyok. És senki ebben a teremben, amiben ülünk, nem egy statisztikai adat. Akinél vagy kijönnek az oltásnak a mellékhatásai, vagy nem jönnek ki. Ezt kérem szépen, valakit vigasztal? Én úgy gondolom, hogy
100%-ban szeretnénk mindannyian meggyógyulni, és valós tudományról beszélek, csak éppen ez a legnagyobb nehézsége és a legnagyobb könnyebbsége is, hogy csak tőlem függ, hogy ezt megoldom, vagy nem oldom meg. A germán gyógytudományban semmit nem tudunk megoldani a beteg aktív közreműködése nélkül. Hallgathatom a más studenten méghent, nagyszerű, de amíg ő nem oldotta fel a konfliktusát, addig a sinek újraindítják a programját. Ezt vegyük tudomásul. Tehát vagy lezárjuk érzelmileg a napjainkat, és hálával mindenért, amit a mai nap is tanultunk, vagy szenvedhetünk tovább tudományosan. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és akkor a kérdésekre térünk át.